Hát minden tiszteletem a kollégáé, hogy ezt ilyen hihetetlen erővel és nem is tudom, sűrűséggel bírja végigcsinálni egy kifáradási pont nélkül, figyelmet nem vesztve, pedig hát nem könnyű végighallgatni, végignézni a nézőnek, még az olyan színházat ismerő nézőnek sem, mint amilyenek mi vagyunk. De lenyűgöző, amit láttam, hallottam. Talán nem is tudom, hogy láttam-e már ilyen produkciót életemben. Én nem láttam. Ugye mindig úgy megyek a színházba, ritkán megyek színházba, hogy ott vannak ezek a székek. Erre le kell ülni, és majd bejön egy színész, vagy több színész, és valamit eljátszik. És rég elfelejtettem, hogy színész látok. Valami ilyen hidegrázás jött rám sokszor. És azt gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy egyszer csak az ember rájön, hogy a színészetnek nincs határa. Tehát most azt láttam, hogy egy ilyen határtalan, hogy bármi lehet. És fogd be már a füled egy kicsit. Most egyfogy, nem is hallgatok, komolyan, annyira rossz, már itt ülünk közé. Jó ez. Jó, addig próbáld fel a szemüvegem, légy szüvesen, hogy elmegy. Jó, nehéz. Én nem bírom, mert engem dicsérnek, ez én most zavarban vagyok, mert úgy érzi az Attila, hogy dicsérem, én nem dicsérem, én arról beszélek, amit láttam. Reggel elkezdődik egy ilyen fókuszálás erre, de szerintem ez egy tök normális dolog minden. Ez egy kemény cucc. Szóval nyilván nem minden előadásnál van így, de ennél fokozottan így van. És aztán nyilván ez most már 10 éve játsszuk, tehát hogy azért nem ugyanúgy be vagyok fosva tőle, tehát az elején is, tehát hogy nincs kecmec, hogy oda picsának kell bemenni, ezt még így csinálni. És nem tudok egy okot sem mondani magamnak, hogy miért. De aztán mégiscsak bemegyek és csinálom. Biztos azért, mert nézik, vagy nem tudom, hogy adnak ott a pénzt, vagy nem tudom. Mindegy, szóval, hogy vicc nélkül, tehát hogy most azért van egy kis idő utána, de most már azért nyilván rutinosabban lehet belőle kiváltani. De az elején mondom, az olyan több óra volt, tehát teljesen készpont passz, és akkor ültem, ittam, és akkor az úgy jó volt. Most is ülök, most is iszom, úgyhogy semmi van nincs. Úgyhogy... De már a hónapomat elrontja, tudom, hogy játszani fogom. Tehát már, hogy belépek a hónapba, hogy tudom, hogy ez menni fog, akkor már... Jöjjön, üljön ide mellém, és nézzük együtt a Menház színpad előadásait.